Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Diszkont Petrol. Nyitás július 16-án csütörtökön 10 órakor. Érdemes időben érkezni, mert a jelenlévők között 8 szerencsés 20 vagy akár 40 liter üzemanyagot nyerhet. Diszkont Petrol. A Tesco körforgalomnál. Szűnik az útszéli vándorlás, a tervek szerint buszokkal szállítják majd a migránsokat a laktanyától a vasútállomásig. Újabb halasi kisebbségi referens, Kolompár László lesz a kapcsolattartó a rendőrség és a cigány lakosság között. Mindenki elsőbséget adott mindenkinek, az ellentmondásos helyzetet látva a Városgazda ZRT leszerelte a felesleges táblákat. Bőséges a termés és a kínálat, a vásárlókat hiányolják a termelők a halasi piacon. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hír összefoglalóját látják. A tervek szerint buszokkal szállítják majd a menedékkérőket. Jelenleg még a Gábor Áron laktanya és a vasútállomás közötti távot gyalog teszik meg az esetenként 40-50 fős csoportok, a környéken élők ezt nehezményezik. A polgármester is segítséget kért a szakhatóságtól ezügyben. A Beszéljünk róla magazin ma esti vendége Seres József, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális vezetője, valamint Gulyás Zsolt határrendészeti szolgálat vezető lesz. A műsort 7:30-tól felvételről láthatják. A szakemberek megerősítették, megfelelő rendőri erők vannak a térségben, és eddig még semmilyen atrocitás, rendbontás sem történt, melyek miatt a menedékjogot kérők lennének okolhatók. A rendőrség járőrszolgálattal, a mezőrök, polgárőrök bevonásával ellenőrzi az út mentén haladó csoportokat. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatója szerint hamarosan megoldódik a menekültek vasútállomásra történő ellenőrzött szállítása. Szeretnénk megoldani azt, hogy a Gábor Áron laktanyából legalább a vasútállomásig szervezetten folyjon ez a tevékenység. A rendőrség most is figyelemmel kíséri, tehát ezeket a kiengedéseket és azokon a részeken járőrzik és valamilyen formában felügyeli az állomásra jutásokat, erről van egy megállapodásunk, erről tudunk, de mi is keressük a vállalkozókat, és hát hogyha ilyen vállalkozó van, szívesen várom a hívását, akivel megállapodást tudnánk kötni annak érdekében, hogy a Gábor Áron laktanyából a vasútállomásig legalább szállítani tudjuk szervezetten. Ez egy buszos turnus lenne. Buszos turnus, naponta néhány busszal kiszállítanánk a vasútállomásra, igen. A közösségi portálokon egyre többen aggódnak a menedékkérők által esetlegesen behozott fertőző betegségektől. A szakemberek szerint nincs ok az aggodalomra. Az első találkozás az a rendőrség találkozása, ott már történik egy szűrés, tehát ez megtörténik, főleg a fertőző betegségek vonatkozásában. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban azokban a nagy fertőző betegségekről, ami szó volt, ebola és a többi, egyetlen egy személy sem ért el hazánkba, itt a szerb-magyar határszakaszon, és aztán a menekültügyi eljárásban mi az ANTS-t értesítjük, tehát az ANTS értesítése kerül, és az ANTS minden esetben az alapvető szűréseket elrendelés végre és végrehajtásra is kerülnek. A rendőrség egy nagyon komoly protokollrendszer dolgozott ki annak érdekében, hogy ezeket a fertőző betegségeket kiszűrjük, és ezeket alkalmazzuk is. Én azt gondolom, hogy valóban ennek is köszönhető az, hogy teljes egészében elkerültek minket ezek a komoly fertőzés hullámok, és azt is el kell mondani, hogy itt bent a halasi idegenrendészeti meghallgatás során is folyamatos orvosi felügyelet alatt állnak a személyek, és kint a Gábor Áron laktanyában elhelyezett, az előállító egységbe helyezett személyekre is folyamatos orvosi felügyelet van, tehát egészségügyi felügyelet, inkább így fogalmaznék, tehát a nap 24 órájában van kint egészségügyi személyzet. A információk 7:30-kor, Beszéljünk róla magazinban. Fotel, permetező és tégla is berepült az ablakon. Mindez az Alsóvárosban történt egy családi háznál. Az eddigi információk szerint a házat ostromló 35 és 17 éves férfi egy szóváltást követően akart így elégtételt venni haragosain.
35, illetve egy 17 éves kiskunhalasi férfi előzetes szóváltás folyamányaként megjelent egy kiskunhalasi ház udvarán, az ott lakók beleegyezésnek, illetve tudta nélkül, majd az ott talált téglával, permetezőgéppel, illetve fotellel az ingatlan ablakait betörték, a bent lévő személyt fenyegették késsel, illetve egy ott talált fémcső segítségével. A bejelentés követően néhány perccel a kiskunhalasi rendőrkapitányság járőrei a helyszínen tetten érték, elfogták ezen személyeket, melyet követően előállították, gyanúsított kihallgatásuk meg történt, őrzetbevételük, illetve előzetes letartóztatásuk kezdeményezése mellett. Közvetít a rendőrség és a cigány lakosság között új kisebbségi referens kezdte meg munkáját Kiskunhalason. Kolompár László társadalmi munkában vállalta a feladatot. Mint mondja, szeretné, ha a cigány lakosok bizalommal fordulnának hozzá mindennapi problémáikkal. Új kisebbségi referens kezdte meg munkáját a minap Kiskunhalason. Bár a kezdeményezés nem számít újdonságnak térségünkben, most először neveztek ki ténylegesen cigány származású összekötő személyt. A célunk az, hogy Halas legyen a térség központja, ezért beleértve a cigányságot is, a cigányságot érintő problémákat, dolgokat, és innen jött az ötlet, hiszen a megyében eddig más település adta ezt a cigány referenst, és én a megyei önkormányzat, cigány önkormányzatnak az elnökét megkerestem azzal a kéréssel, hogy mivel hogy Halas egy ekkora nagyságrendű város és elég népes cigány lakossága van, ezért szeretnénk az, hogy Halas adja ezt az úriembert, ezt meg is hallgatták, és jóvá is hagyták, tehát belátták ők is, hogy tényleg akkor Halasról kell egy ilyen embernek lennie, és a megfelelő szemét én úgy gondolom, hogy meg is találtuk. Kolompár László már hosszú évek óta aktív tagja a helyi cigány közösségnek. Mint mondja, a rendőrséggel együttműködve szeretné a mindennapok során felmerülő problémákat a lehető leghatékonyabban megoldani. Én a polgárőrség tagja voltam, 15 évig voltam önkéntes rendőr, 22 éve vagyok a polgárőrség tagja. Ezt a feladatot ugyanúgy fogom ellátni, mint a polgárőrséget, és igyekszem a rám bízott feladatot ellátni. Hogyan látja mindennapokban, mik azok a problémák, amikben ön majd segítséget tud nyújtani, vagy amiben közre tud működni? Ez lehet akár a rendőrség, akár az iskolákkal kapcsolatban, ezekkel a hívást kapok, vagy a rendőrség tűn meg bármilyen ügybe, akkor oda tudok menni, és akkor igazságot próbálok megtörni a cigány lakosok körébe. A kiskunhalasi rendőrkapitányságon eddig is tevékenykedett egy kisebbségi referens Farkasné Vodring Zsuzsanna személyében. A kiemelt főelőadó szerint feladatokból sosincs hiány. Évek óta segítjük a cigány önkormányzatok a munkáját. Részt veszünk abban a munkában, hogy az iskolában a gyerekek tanulmányi menetelét figyelemmel kísérjük. Megpróbálunk odafigyelni arra, hogy minél kevesebb legyen a hiányzások száma. És a mostani legnagyobb feladatunk pedig az, hogy kiválasszuk azokat a gyerekeket, akik pályázhatnak a cigány ösztöndíjra. Azokat a cigány származású középiskolás diákokat várjuk ezekre a pályázatokra, akiknek a későbbiek során rendőrségi pályával kapcsolatos terveik vannak. Segítünk minden olyan kérdésben, kérésben, ahol hozzánk fordulnak. Én úgy gondolom, hogy a jövőben is ezt szeretnénk folytatni, és én arra biztatom az összes önkormányzat vezetőjét, a cigány önkormányzat vezetőjét, hogy keressenek bennünket, megkeressük azokat a lehetőségeket, hogy még szorosabban együtt tudjunk működni. Kolompár László társadalmi munkában látja el új titulusát, kéri a lakosságot, hogyha megoldásra váró problémájuk van, forduljanak hozzá bizalommal. Ne lepődjenek meg, ha önök is kapnak egy rendőrségi kérdőívet. A Halasi Kapitányság bélyegzőjével ellátott kérdőívnek az a célja, hogy a rendőrség objektív képet kaphasson a lakosság biztonságérzetéről. Több mint 40 kérdés segítségével szeretnék mindezt megtudni a szakemberek. Arra is kíváncsiak, hogy például az önök lakó környezetében gyakoriak-e a rendbontások, hangoskodások, vagy kínálták-e már önt vagy hozzátartozóját kábítószerrel. A kérdőív összeállítói arra is kíváncsiak, hogy a város mely területén szeretnének a mindennapokban a nagyobb rendőri jelenlétet. A válaszadás egyébként önkéntes és név nélküli. Most akkor kinek van elsőbsége? Ezt kérdezték az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok a május 1 téren. Egy nézőnk hívta fel szerkesztőségünk figyelmét arra, hogy a piac előtti útszakaszon a gyalogátkelő közelében gyakorlatilag minden irányból elsőbségadás kötelező tábla lett kihelyezve a felújítási munkálatok során. Az arra közlekedők sok esetben nem tudták, hogy az autósoknak vagy a kerékpárosoknak kell megállniuk.
Jeleztük a problémát az illetékeseknek, ma délelőtt a Városgazda ZRT munkatársai már le is szerelték a felesleges táblákat, így mostantól egyértelmű lesz a közlekedési rend a piacnál. Van még egy másik tábla is, amelyre érdemes lesz majd figyelmet szentelni és valami másik helyre tenni. Ez a város térkép itt található a főtéren. Mi korábban évek óta a járda mellett volt, a főtéri terveknek megfelelően most az egyik növényekkel teleültetett területen áll. Így csak annyi a baj vele, hogy csak úgy tudjuk megnézni, ha bemegyünk a növények közé. Ahogy néztük, az sem lenne megoldás, ha a térképet a másik oldalára tennék, mert akkor meg a kerékpárúton közlekedőket zavarják a térképet böngészők. Bőséges a barack kínálat a halasi piacon. Az árakban nagy a szórás, akár több száz forint is lehet. A vevők sokszor drágálják a gyümölcsöt, az eladó meg nem tudja olcsóbban adni, mert akkor meg hogyan lesz kifizetve az egész éves munkája. A minőség is változó, azt mondják, a nagy meleg nem kedvezett a gyümölcsöknek. Barackból és nézelődőből is egyaránt sok van a halasi piacon. A vevők alaposan megnézik a terményt, aztán meg az árcédulát. Taskovics József is úgy látja, kevés a fizetőképes vásárló. Nem nagyon. Nem van nagyon. Mi az oka ennek? Nem tudom. Van sok, vagy nem tudom. Kevés a pénz. Nyaralnak. Milyenek az árak most például barackban vagy szilvában? 3-3,50. És mit lát a vásárló, mennyiért vinné el? Nem ígérnek. Tovább mennek. A házi asszonyoknak ilyenkor kell gondolniuk a befőzésre is. Szoktam főzni 10 kilóból csak, nem sokan. Milyennek látja az árakat most jelenleg? Megéri-e hozzáfogni a befőzéshez? Hát nem olyan nagyon. Nem, mert vízízűek. Pálinka lesz belőle, vagy lekvár? Hát inkább lekvár. Megéri lekvárt főzni a jelenlegi gyümölcsárak szerint? Hát nem éri meg, de a házi az csak házi. A fagyok úgy tűnik, megkegyelmeztek a barack termésnek, most meg a meleg okozza a legtöbb gondot. Nagy meleg, kevés víz. És... Emberek sokalják az árat? Mert látom, hogy 5,50-ért, 300-ért, tehát nagyon nagy a szórás. Igen. Hát az aprója a lekvár barack, ez ami 300, az étkezési 500-550. Mennyivel kellene olcsóban adni, hogy el is vigyék? Hát, a legvár barackot le kellene vinni a 250-re, 200-ra. Akkor még megérni? Nem hiszem. Van azért itten kereslet, de hát nem tudom, hogy kinek milyen áru tetszik, mert ezekbe is válogatnak, ugye. Árérzékeny a halasi vásárló? Hát biztos. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Megszűnik az útszéli vándorlás, a tervek szerint buszokkal szállítják majd a migránsokat a laktanyától a vasútállomásig. Újabb halasi kisebbségi referens Kolompár László lesz a kapcsolattartó a rendőrség és a cigány lakosság között. Mindenki elsőbséget adott mindenkinek, az ellentmondásos helyzetet látva a Városgazda ZRT leszerelte a felesleges táblákat. Bőséges a termés és a kínálat, a vásárlókat hiányolják a termelők a halasi piacon. Kedves nézőink, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján. Az időjárás jelentést követően rögtön kezdődik a napi mozaik rovat. Ebben egy bemutatót láthatnak a Fit Kid diák olimpiáról. 7:30-kor pedig kezdődik a Beszéljünk róla magazin. Ennek témája a menekült áradat és ennek a helyzetnek a kezelése. Itt lesz velünk a stúdióban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal egyik szakembere is. Számítunk megtisztelő figyelmükre. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!